Sem migração, sem género, sem guerra. Este é o manifesto eleitoral do primeiro-ministro húngaro para as eleições europeias. Foi anunciado no lançamento oficial da campanha do Fidesz, partido de Viktor Orbán. O chefe do governo húngaro elegeu como prioridades a paz e a segurança, a economia, as famílias e as crianças. Orbán enviou também uma mensagem forte a Bruxelas. A União Europeia está presa à guerra na Ucrânia e quer que Budapeste faça o mesmo. A háború párti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata millió szám küldi a dollárokat Budapestre a háború párti baloldalnak, akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. Békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt báb kormányt akarnak. Orbán sublinha que a política em Bruxelas é dominada pela lógica da guerra. A háború kérdésköre már órákkal a hivatalos kampányító előtt is téma volt a magyar miniszterelnök és a svájci államfő budapesti találkozóján, amikor is Viola Amherd ismertette a júniusban Svájcban tartandó békekonferenciáról az elképzeléseit Orbán Viktorral. Kónya Rita, Euronews Budapest.